Szerbusztok, Angelika Habpatron vagyok, és ez pedig a saját csatornám. Mai videómban a művészet történet világába foglak kicsit elkalauzolni benneteket, hogy érezzétek és értsétek meg, hogy mire is való a művészet, és egy múzeumban ne bámuljatok csak ott így mélán, meg azt se tudjátok, hogy a másikak miért nézik az össze-vissza rajzokat. Képzőművészetnek a lényege, hogy egyedi módon fejez ki valamit, aminek semmi haszna. Ahhoz tudnám hasonlítani nektek a leginkább, hogy például, mint az alkohol vagy a drogok, hogy azoknak sincs semmi haszna, de mégis szeretjük, meg jó. Az egész akkor kezdődött, hogy amikor 4000 évvel ezelőtt a barlangok falára elkezdtek felrajzolni az ősemberek. Akkoriban ugyan még nem volt mozgókép, csak akkor történhetett ez elő, hogyha földrengés volt. A barlangrajzok után elkezdték csinálni utána agyagból szobrokat, meg különböző isteneket. Itt is láthattok, én is készítettem egy neoprimitív szobrot. A szobornak az a lényege, hogy oldala van. És hogyha körbe tudod járni, akkor az egy szobor, de közben meg haszontalan. Aztán az emberiség, ahogy elkezdett fejlődni, a saját szövegeit le akarta írni. Elkezdte lejegyezni őket ilyen ikonlexikonokba. Hát nagyon fura történetek voltak a korabeli képregényekben, hogy itt például ez a vitéz a csavarkulccsal harcol a csigával, ezért a kis kálkáposztáért vívnak csatát. És akkor ez a nő meg itt ruhátlanul, mert nagyon siált valahova, felszállt a makkarcú kígyóra. Képregényekből alakultak ki aztán a mozgóképek segítségével a rajzfilmek. Így volt a Walt Disney stúdiójába, például ott volt a Muki egér. Ugye, hogyan lett az egérből? Ezt nem tudom. Tehát aztán ugye a 20. században teljesen elkezdtek elvadulni ezek a művészek, mert expresszionizmus volt nekik, meg kubizmus, meg minden. Ilyen kubikusok módjára mindenfélével festegettek, hogy rádobáltak ezt azt a vásznakra, meg a Salvador Dali, meg úgy rajzolt, hogy lefeküdt aludni, fogta a kezébe a lakáskulcsot, és ha leesett, akkor felébredt, és lerajzolta, ami eszébe jutott utoljára. Volt egy másik festőjük, a Klimt, az meg azt csinálta, hogy fixálja a rajzokat, hogy a macskájának a pisijével leöntötte a Csók című festményét. Aztán a 20. században nagy pénzt csináltak ebből, mert volt ez a Jack Pollock, az ilyen fraktálokkal festett, de annak nem nagyon, úgy érzed, hogy nem nagyon van értelme, hogyha te erre vevő vagy, akkor ezt te bevetted. A mostani modern korban már bárki megtanulhat festeni, akár online be tudsz fizetni egy ilyen agybalféltekés rajzolásra, ami nagyon könnyen megtanít téged rajzolni. Az egyik gyakorlat, hogy a két kezeddel ugyanazt próbál meg lerajzolni, most a levegőben megmutatom nektek, lerajzolok egy lovat. Itt vannak a két, egy patája, még egy pata, még egy. Most még a farkára, ja várjál, ennek lefele van a farka, ezt most kiradírozom, ezt nem vett figyelembe. És itt megy a pacifarok, ó, most elvesztem. Kedvenc festőm, ő Bruegel, ez végül is egy képe, amiket arra alapozott, hogy holland szólásmondásokat rakott egybe egy ilyen városképbe. Tortából van a tetőcserép is. Ez ugye úgy van magyarul, hogy kolbászból van a kerintés, hollandul meg tortából van nekik a csecsőterép. Aki tüzet eszik, szikrát szarik, ez is egy holland mondás, de magyarul is igaz. Holddal szembe pisil, ennek a magyar hangja a széllel szembe pisel, mert ugye a holddal szembe se lehet, mert annyira süt a hold, akkor nem látja, hogy hova pisil, és akkor össze-vissza pisil. Utolsó élményként szeretnélek benneteket megörvendeztetni egy saját festménnyel, amit itt fogok elkészíteni nektek. Először megalapozom egy kis medve pisivel. Vicceltem, nem medve pisi, ebben sima víz van. Hoppá!
szaloncukorral festek. Ez egyfajta bubista festészet. Én egy kis pirosat viszek ebbe bele. Ez most gyakorlatilag egy pipacsos mező, ha nem vetted volna észre. Hogyha ez már kész, akkor kibonthatod a szaloncukrot, és azzal is csinálsz neki egy csoki keretet. Ez a festmény elkészült, megpróbálom majd elárverezni, hát ha bejön belőle annyi bevétel, hogy majd még tudok csinálni nektek ilyen videókat, alá is dedikálom. Írjátok meg, hogy mennyit fizetnétek ezért a képemért. Sziasztok, iratkozzatok fel a csatornámra, vagy ha van kedvetek, legyetek tagok!